Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Munkaszüret néven indít mezőgazdasági állás lehetőségeket kínáló internetes oldalt, az Agrártárca. Az online felülettel a szaktárca arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a magyar agráriumban a koronavírus járvány ellenére is van munkalehetőség. Szép jó napot kívánok! Az új hírünk, hogy Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy munkaszüret néven indít mezőgazdasági állás lehetőségeket kínáló internetes oldalt az Agrárminisztérium. A telefonnál vendégünk Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm! Tisztelettel minden kedves nézőnek! Nos, hát ez egy remek hír. Egyértelmű, hiszen az élelmiszer alapanyagot előállítókat és termelőket, tehát a mezőgazdaság szereplőit kötik össze a munkavállalókkal. Ez azt gondolom, hogy egy kiváló lehetőség arra, hogy a munkaerő hiánnyal is leszámoljanak. Vagy üvegházba, fólia sátorba dolgozni.
uniós költségeknek a csökkentésével ezt még teljesebbé lehet tenni, és az a lényeg, hogy egyrészt a munkavállalók keressék ezt az oldalt, és hát legfőképpen a munkaadók meg igenis tegyék föl mindazokat a munkahelyeket, és mindazokat a munkalehetőségeket, amivel az elkövetkező időben, amikre szükség van, és hát ha ez helyileg történik, ahol a bejárási költségek is még elfogadhatók, akkor ez nagyon jó dolog. Én szerintem ennek egy nagyon pozitív kifejlete is lehet, hiszen azok a csapatok, akik járták az országot és részbe vagy valóságosan tudták pótolni ezeket a munkaerő hiányokat, a helyiek és a környékbeliekből ez feltöltődik, akkor nekik erre a fajta munkára nem lesz szükség, és hát nyilvánvalóan ők is adott térségben, ahol élnek, ott fognak munkalehetőséget találni. Egyetértek önnel, ugyanakkor azt tudjuk, hogy áprilisban általában is megnő az idénymunkások iránti igény, hiszen a zöldség-gyümölcságazat is elindul a maga útján. Ebben mennyit segíthetnek azok az idénymunkások, akik most esetleg elveszítették a munkájukat? Nagyon sokat segíthet, hiszen ezeknek a pótlása sokszor a határon túli munkaerővel történt, és hát ők bizonyos oknál fogva vagy nem tudnak idejönni, vagy már nem akarnak idejönni. Nyilvánvaló többféle dolog van, ami ezt korlátozza, és enélkül azt a nagyon igényes kézmunkaerő szükségletet hát nincs mivel pótolni, mint azokkal, akik esetlegesen külföldről Magyarországra hasonló munkából visszatértek, vagy pedig a szolgáltató ágazatoknak a megszűnésével, átmeneti bezárásával, hát a munkaerőpiac kínálati oldalának lettek a szereplői. A szaktárca gondolatát, az online gondolatot, tehát megvalósította, ugyanakkor önök, mármint az agrárszakmai szervezetek, miként tudják ezt segíteni? Hát mi mindenképpen létrehoztuk azokat a helyi csoportokat, amelyek megyei szinten közvetlenül kapcsolatban vannak a gazdákkal. Tehát azok a helyileg intézkedhető emberekről van szó, aki a megyei elnök és a környezetben levő szakaparátus, aki igenis minden héten összegyűjti azokat az információkat, akik megyén belül problémaként felvetődnek. És kérem is itt a gazdákat, hogy bátran forduljanak a kamarához, és jelezzék ezeket a jellegű gondokat, mert így tudja összegyűjteni a megye, így tud adekvát választ adni, ha szükséges, azonnal a felvetődő problémákra, és amit pedig nem tud megoldani, azokat továbbítani nyilvánvaló az országos apparátus felé, aki szaktárcához és más minisztériumokhoz fordulva fogja tudni megoldani ezeket a kérdésköröket. Ez annál is fontosabb, hiszen helyileg ezt követően még fontosabb lesz a gazdatársak egymásnak való segítése. És nem csak az állattenyésztési telepekre gondolok, hiszen ott az állatot meg kell etetni, ki kell fejni, a tojásokat el kell szedni, hogy ne soroljam minden állatfajt, hanem a mezőgazdasági munkákban is. Ha valaki megbetegszik, attól még vetni kell. A vetési időszak az egy meghatározott intervallum. Ezt ha elhúzzuk, nem tesszük meg, akkor már az őszi termés kilátások eleve nem lesznek meg, hiszen az ellenvetett magból nem lesz termés. De a helyileg a mellette levő gazdák a kamara segítségével is, ha szükséges, meg tudják oldani ezeket a problémákat, feltéve, ha nem lesz annyira kiterjedt ugye a pandémia, hogy ezek is ellehetetlenülnek.
A válság jószerivel minden ágazatot érint. Nemrégében beszéltem Lévai Ferenccel, a hallgazdaságok nagyon nagy problémákkal küzdenek, hiszen ugrásszerűen visszaesett a kereslet. Mi újság a tejfronton? Kérdezem ezt azért, hiszen talán ez volt az, amit a leginkább megviselt az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen. Még egyetlen egy kérdés. Ön személy szerint bizakodó? Megoldható ez a pandémiás válság anélkül, hogy az ágazat tönkre ne menjen? Jóslásokból én soha nem szeretek bocsátkozni. Nem vagyunk a végén. Sajnos, ahogy a szakemberek mondják, még a csúcsán sem. Igen, egy gazdát az mindig optimista. Igen, szeretném, hogyha akár a mi, de a környezetünkben, vagy az országban levő tehenészítő telepekben, de bármilyen állatfaj mondhatok, nem érni a dolgozók által ez a vírusfertőzés. És nem kerülne sor arra, hogy munkahelyi karantént kelljen elrendelni, nem kerülne sor arra, hogy másoknak kelljen az állatokat megetetni, fejést elvégezni, tojásokat elfedni. Ez igenis a védelmi intézkedéseket betartva el tudjuk simítani úgy ennek a vírusfertőzésnek a hullámait, hogy nem következik be az állattenyésztésnek ez a probléma, és hát nem következnek be gépműhelyekbe, különféle olyan helyeken, hogy ez a növénytermesztési munkát gátolná. Bízunk benne, a kiadott rendelkezéseket tartsuk be, minden egyes munkaadó ezt tartassa be, mert ez az egyetlen esélyünk arra, hogy minél nagyobb kár nélkül átvészelje a mezőgazdaság ezt a nagyon-nagyon tragikus helyzetet, és a legkevésbé
A húsvéti készülődés jegyében várta vásárlóit a Jancsárkert. A tervek szerint egyébként ezentúl szerdánként 13 és 17 óra között is várja a vásárlókat a termelői és biopiac. Egyébként, tehát ahogy majd látni fogják a bejátszásban, nagyon sokan értek a lehetőséggel, természetesen a szabályok betartásával. Milyen hatással van a piacra ez a mostani helyzet? Alkalmazkodnunk kell a változásokhoz, csökkentenünk kell a zsúfoltságot, annak érdekében, hogy a vásárlók és az árusok is nagyobb biztonságban legyenek. A csökkentés úgy érjük el, hogy a csarnokból a legforgalmasabb árusok kiköltöztek ide a szabad területre, mint ahogy most is ez így látható. Itt pedig kint megköveteljük, hogy egymásról 2 méteres távolságot tartsanak be a vásárlók, és hát külön üdvözöljük, akik maszkban jönnek vásárolni. Az alkalmazkodásnak fontos része, hogy bevezettünk egy plusz piaci napot a szerda délutánt. Most jövő héten szerdán 1 és 5 óra között szintén piacot rendezünk, mert a 65 mínuszos korcsoportnak szombaton kevesebb ideje van vásárolni, mint más normál esetekben. Ezen kívül van olyan árusunk, aki kiszállítja a többiek termékét, és szinte minden gazda megnyitotta a saját portáját a vásárlók előtt, erről a Facebookon a vásárlóinkat értesítettük. Tehát sok irányú intézkedéssel próbáljuk meg elérni azt, hogy a zsúfoltságot csökkentsük, hogy biztonságosá tegyük a vásárlást, és úgy érzem, hogy ez a szombat már a 3. ilyen alkalom, hogy ez sikerült, és ezt sikerül betartanunk. Mi a helyzet egyébként a vásárlókkal, mennyire tudják betartani a, hát mondjuk így a távolságot és nyitvatartási időt? Hát részben úgy, hogy kijelölünk a betonon 2 méteres távolságokra egymástól fehér köröket, ami jelzi azt, hogy milyen távolságra álljanak az emberek egymástól. Másrészt pedig hát a piacon felszólítjuk azokat, hogyha úgy látjuk, hogy túlságosan rövid lett a távolság a soron belül. Hát alapvetően, de úgy látom, hogy a vásárlók is nagyon figyelnek erre, nagyon alkalmazkodó képesek. Most már azért van rutin, hogy egymásra tudnak vigyázni a vásárlók. Mit lehet elmondani egyébként így a koronavírus, mekkora hatással van a zöldségek, gyümölcsök, esetleg a hústermékek árára? Ami az árakat illeti, a termelői piac, és ez a magyar termelői piac, amit még nagyobb becsben kellene ilyenkor tartani, van egy sajátossága a bevásárlóközpontokkal szemben, ott személytelen ez a dolog, és ki lehet tenni az orcátlanul magasabb árakat is. De itt ezt nem lehet megtenni, mert ugye minden áru mögött, minden termék mögött maga termelő áll, és itt már 7. éve tartjuk ezt a piacot. Tehát olyan személyes kapcsolat is kialakult a vásárlók és az árusok között, hogy egyszerűen nem engedik meg egymással szemben, valahol becsület kérdése is az, hogy nem lehet irreálisan magas árakat kérni. Tehát nálunk most a retek is, meg az újhagyma is változatlanul már a 3. héten 250 forintba kerül, és minden más terméknek is elfogadható ára van, hiszen a személyes kapcsolat miatt kialakul egy becsületre alapuló viszony az eladó és a vásárló között. Mekkora hatással van ez a mostani vírus a piac terveire? A piac már a küszöbén állt annak, hogy egy nagy beruházás kezdődik ezen a területen. Felújításra kerül a csarnok, illetve egy új áruház épület kerül hozzáépítésre, és éppen a döntés pillanatában, éppen azokban a napokban érkezett ez a lesújtó hír a világjárványról. Éppen ezért a döntés, amely a kivitelezőt választotta volna ki, ez elnapolásra került. Tehát most mindent felülír az, hogy az emberek egészségben maradjanak, hogy a vásárlások biztonságosak legyenek, hogy alkalmazkodjunk az új helyzethez. Ha ez elmúlik, akkor utána remélem, hogy a kivitelezők kiválasztásával el tud indulni ez a beruházási folyamat, ami egy 500 millió forintos nagyságrendű, tehát Fehérvárnak egy nagyon modern vásárlóközpontja lesz, amelyik azért a tradíciókat igyekszik majd megőrizni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!